Sziasztok! Először is szeretnék boldog új évet kívánni minden kedves nézőmnek. Remélem jó telt mindenkinek az ünnepek. Jó töltötte a karácsonyt, szilvesztert. És hát ezúton is szeretném nektek megköszönni, hogy velem voltatok a 2013-as évben. És köszönöm szépen azt a rengeteg nézettséget, amit hoztatok. Köszönöm szépen a rengeteg kommentet, a lájkokat, a megosztásokat, és hát persze természetesen a sok levelet, amit küldtetek nekem. Igyekeztem mindegyikre válaszolni, és minél hamarabb persze. Hát volt néha, hogy pár nap késéssel, de válaszoltam rájuk. Ez a pár nap késés, ez néha azért adódik, mert egyszerre több levelet kapok, vagy éppen elkerüli a figyelmem, mert aznap nincs rá időm, hogy válaszolgassak most mind a 10 levélre. Így hát átteszem valamikor így a következő napra, és amikor van időm, akkor természetesen válaszolok rájuk. De hát ez attól is függ, hogy milyen levelet kapok, mert hogyha ugye amiket elmondtam már egyszer, hogy mikre nem válaszolok, és olyan van a levélben, azt így automatikusan zsúgy, megy lomtár, törlés, oké. És azokkal nem foglalkozok. Meg most már az újabb divat, hogy mikor lesz ma újasebb videó. Mikor lesz újasebb videó? Ez most, ez megint jön nagyon. Most ezekből kapok leveleket. Ezekre nem válaszolok. Ez most felkerült újra így a fekete listára. Egy halál listára, tényleg ilyen halál listát vezetünk be. És akkor ott lesznek így a kérdések. Szuper. Nagyon szuper. Na hát akkor új év, új remények, új kihívások, és még sorolhatnám tovább a rengeteg dolgot, ami miatt most ebbe az évbe ismét nyomatni kell. Oda kell lépni neki. Na, ki veszi észre először is? Hát a változásokat, így az utolsó egy hétbe, ami összegyűjtöttem, meg így megszerezgettem. Na, ki látja meg? Na akkor nézzük is, kezdjük hát az elsővel, a legszembetűnőbbel úgymond. Akik régebb óta követnek, azok láthatták, hogy régebben még volt egy ilyen kis rusnya kalapom, elég gyenge statokkal. És hát, mit ad Isten? Egy karácsonykor, amikor volt ez a hármas cuckombós event, háromnapos, és minden event így egyszerre jött, és ömlött az arany, meg a tapasztalat is, váááá, meg minden. Na szóval, akkor a küldetésben megkaptam ezt a sisakot. Nagyon örültem neki, láthatjátok, hát messze nagyobb, mint a többinek a pontja. 383-at ad 3-ra, és még a páncél is elképesztően nagy. Láthatjátok, igen, a többihez képest. Hát bár a többi az nem ennyire új, de azért ez is elég jó kis item, nagyon jó item. A másikat azt a fölraktam a segítőmre, a régebbi kalapot. Na akkor nézzük a következőt, az pedig, hát azt már láttátok ezelőtt is, hogy ezt most kaptam, ezt a fegyvert ugyebár, és szereztem hozzá közben én egy tekercset. Nem pörgettem el gombát, nehogy azt higgyétek, én nem pörgetek erre már többet, felejtsék el. Tőlem nem húznak ki gombát ilyenre. Na, szóval megadta a varázsbolt, nem tudom mennyi idő után, de megadta, lényegtelen. És akkor föltettem rá, jó, most használom ezt. Hát változást nem nagyon látok, most ez az 5% ide vagy oda. Nem valami egetrengető dolog. Nem, azt nem szoroz. Következő dolog. Ja igen, és még félraktam még egy tekercset. Ezt is megkaptam, hát ha kapnék valami jobb kis fegyót, aztán akkor arra felhasználnám ezt a tekercset majd. De ez még a jövő zenéje. Hát a következő. Ja igen, hát léptem szintet is. Ugye volt, említettem, ez a hármas event, háromnapos, négyes cuckombós event, négy event ment egyszerre, XP, arany, akkor mi volt? Epic, meg a gomba. Ugye így a négyet így egyszer berakták, és ez így három napon keresztül dübörgött. És akkor mindenki nyomta, ami a csövön kifér, mindenki tolta neki. Hát én is így voltam vele.
mondom, hát kéne szintet lépni, mert elég lassacskán megy szint itt már magas szinteken, és hát én az event előtt léptem egy szintet, és akkor az event napján voltam 291-es. Láthatjátok, elég sok kell nekem, rengeteg kell a szintlépéshez, és hát mondom, hát most itt az event, akkor húzzunk bele, nyomassuk a gombákat sörre, és akkor majd meg lesz az a következő szint. Hát mondom, 3 nap alatt elnyomom mind a 300-at mindegyik nap, az 900 kalandvágy, abból csak meg lesz az a szint, 292. Hát mondom, tapasztalat hétvége van, vagyis hát tapasztalat event, a többivel együtt, hát akkor biztos meg lesz, mert eszméletlen sokat adott. Mondom, oké, lement az első nap, fölkúszott kicsit a csík, lement a második nap, és már ott is elnyomtam a 300-at, nézem a csíkot, hol tartok, hát éppen, hogy kb. Ugyanígy tarthattam, valahol ott a 291 felénél körülbelül, és hát nagyon nem ment. Lement a harmadik nap is, és mondom, nem igaz, nem értem el a következőt se. És utána még kellett 1 vagy 2 nap, és akkor tudtam csak szintet lépni. Azok a napok, ahol már ugye nem volt event, akkor csak sima 100-at nyomtam el. De végül meglett ez a 291-es szint, 292-es. És hát most azóta is még ott vagyok. Viszont elég jól fejlődtem, mint láthatjátok, már itt tartok. Na még, lépjünk a következőre akkor. A következő pedig a helyezés. Hát a régebbi nézőim azok ugye láthatták, hogy az eddigi videókban úgy az 50. helyezés körül voltam a top listán. És így az utóbbi napokban mondom, hát akkor betámadok 1-2 embert, és akkor így lépkedek előre elég szépen lassan. Mondom, hát cél az nagyon nincsen, minél előbbre jutni. Aztán ameddig tudok, akkor addig elmenyegetek, így szépen lassan, és hát jöttem is fölfele. Elég rendesen. Hát most az előttem lévő 2 emberkők még közel vannak, eléggé közel. Azok egy ilyen 5-10 támadásból megvannak. És akkor ott leszek hamarosan már a 39. helyen, ami nagyon szép. Aztán nem tudom további hogyan lesz, de úgy maximum szerintem a 35. helyig tudok eljutni, mert az fölött már eléggé erős játékosok vannak, és többnyire mindegyikük 300-as vagy a feletti. Nézegettem, hogy elég szép számmal vagyunk itt már, 300-as karakterek. Ja, persze én nem vagyok még az. Mint hogyha már én is az lennék, úgy említem magamat, de hát sajnos még nem. Szóval elég sok 300-as karakter van itt a S3-as szerveren. Nézegettem, hogy így a top 100-ba kb. Hát ugye a fele az már, egy 50 ember az már megvan. Megvan 300-as szintű. Jó, 1-2 így lecsúszott 60-70-80. Helyre, de ők is megvannak, 300-as szintűek. Hát nem mindenkit izgat, hogy hol áll éppenséggel top listán a dicsőségcsarnokba. Amint láthatjátok, hogy a toronyban nem mentem tovább, a kazamatában szintúgy nem. Nem is támadgattam őket, hát mondom, ezt ráhagyom majd a videózásra, és majd akkor közben támadgatom őket. Akkor meg is mutatom még gyorsban itt a mágusomat, láthatjátok. Itt a régi rusnya sisakom, eléggé gyenguska, viszont jó lesz itt a segítőmnek, neki ez jól jön, mert nem volt neki epic sisakja. Meg ugye a régi porcióm is ide átkerült hozzá, ami nagyon jól jött neki, mert az előző ez a kis fegyvere volt, tehát elég gyenge volt a sebzése ennek. Remélem a következő támadásoknál nagy hasznom lesz. Ugye, azt már említettem nektek, de most elmondom még egyszer, hogy
a segítőknél a tekercsek azok nem aktiválódnak, szóval hiába van a segítőnek, mint nálam is, ugye tekercs és fegyver van föltéve neki, viszont nem tudja ezt használni. Legalábbis azt az optot nem használja ki, azt a plusz 5% sebzést azt nem tudja kihasználni a segítő, mert hát ugye nagyon erős lenne tőle, vagy nem tudom miért, de így csinálták meg a fejlesztők, hogy ne lehessen használni nála. Ja igen, és még itt a felderítőmnél, ő az egyetlen, aki még nincsen full epicbe. Érdekes, hogy a mágusom, amelyikhez nem kaptam úgymond a toronyból cuccokat, ő neki előbb meg lett a full epicje, és szegény kis felderítőmnek pedig még nincs full epicje. Na majd meglátjátok a következő videóban, ugyanis itt van ez a fegyver, igen, ő lesz a következő epic áldozat, ami belekerül majd a WC-be. És hát ha ad belőle vissza nekünk egy gyönyörű szép fegyvert, a felderítőnknek. Az nagyon jó jönne neki. Hát a harcosomnak, az annak már van, igen. Neki van egy nagyon jó kis fegyvere, szóval nem szeretném, hogyha ő kapná meg. Mindenképpen a felderítőnek kellene adnia azt a fegyvert. Hát közben kaptam egy levelet is, már most nem nézem meg. Na mindegy, akkor hát akkor új év, igen, 2014-et írunk már. Hát ebben az évben is ugyanúgy lesznek videók, van terve, nagyon nagy terv van most itt készülőben. Azt egyelőre nem árulom el számotokra. Nem SF-fel kapcsolatos, egy teljesen új témával kapcsolatos, de természetesen játékokkal. Remélem, hogy lesz rá igény, ugyebár így a jövőre nézve. Viszont még készülőben van ez a terv. Addig is maradjatok velem, nézzétek tovább is a videómat, és hát dobjátok a lájkokat, kommenteket, küldjetek üzenetet, de inkább kommentbe írjátok meg, hogyha kérdésetek van, nem muszáj beregisztrálnotok ide S3-ra, YouTube-on megírjátok, én elolvasom, és válaszolok rá. Szóval akkor köszönöm szépen, hogy velem tartottatok 2013-ban, még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ja, meg köszönöm szépen azt a rengeteg feliratkozót. Remélem, hogy az idei évben is ugyanolyan sikeresek leszünk, mint az előző évben. És nagyon sok csatán veszünk részt még. És minél többen feliratkoztok a csatornámra, hát ezt nagyon szépen köszönöm nektek. Akkor is hát további jó videózgatást, jó videónézést nektek. És majd találkozunk akkor hamarosan. Addig is, sziasztok!